Hogy mindenkinek, hajrá vagyok, és itt vagyunk megint csak a Series Skyline sorozatunkban. Az előző epizódban ezt a kis csodálatos területet építettük meg, amiben van egy hatalmas nagy kórház. Neve még nincs, tőletek neve, rendes neve van. Rendes neve, nem az a... Úristen! Gyerünk, tűzoltóság! Tűzoltóság! Hey, tesó! Srácok! Hey, jó, tesó! Tűzoltóság, please! Tűzoltóság, why you do this? Tűzoltóság, jó! Arcok! Csop! Szedjétek magatokat, le fog égni az első épület itt a kör területen. Az Isten szerelmére már. De ha jönnétek, hát nehogy már... Nehogy már gyertek, nem tűzoltók, nem. Na csak nem. Csak nem, persze ez a tűz, az egy mentőautó. Ez egy mentőautó, tesó, az egy mentőautó. Hol vannak a tűzoltók? Hol vannak a kurva tűzoltók? Na köszönöm! Köszönöm, hogy megjöttetek onnan! Innen kellett jöjjötek? Mert ők nem dolgoznak? Ők kivettek egy szabadnapot? Vagy mi van? Oké, szóval... wow! Szóval... Nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel... Persze, hogy leégett a kurva szátokat. Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A Series Skylines sorozatunkban, ahol szidjuk a tűzoltóautókat. Mert nem jönnek, mert miért nem jöttök? Olyan nehéz lett volna. Istenem. Oké. Szóval az előző epizódban építettünk egy ilyen területet, és valószínűleg ma ezt fogjuk tovább bővíteni. Tehát sok dolgunk nagyon nincs, épp ezért fogjuk ezt most ma tovább építeni, tovább bővíteni, én úgy gondolom. Méghozzá ugyanilyen utakkal, mint ahogy eddig csináltuk. Ha már ezt így csináljuk, akkor csináljuk így továbbra is. Ha így kezdtük el ilyen srégen, akkor így folytassuk a dolgot. Így jó lesz. Oké. És akkor ezt is. És ezt pedig fordítva csináljuk. Tehát az előzőt úgy zónáztuk be, hogy zöld-kék. Ezt pedig most fordítva csináljuk, tehát akkor így. Nem. Ne kérdezzétek, hogy miért, jó? Ezt elbasztam, igaz? Igen. Ne kérdezzétek, hogy ezt miért csináljuk így. A válasz... ha mégis megkérdeznétek, a válasz rá az, hogy csak. Tehát... Ennyi. Maximum, amit el tudok képzelni, azért jöttek lassan a tűzoltóautók, mert... azért nem jöttek, mert... De nem, mert tehát innen kijönnek, ide fel, erre, és ott is vannak. És innen, mondjuk innen jöttek a tűzoltók. Tehát akkor innen. Ha innen jöttek a tűzoltók, akkor kijönnek itt, ide jönnek. Itt fel az autó... Nem, az nem jó. Itt nem tudnak felmenni az autópályára se. Amúgy, ide még kell egy autópálya felhajtó, ha már itt tartunk. Nagyszerű. Mert akkor tudnak innen is jönni a tűzoltók. Igen, tehát éppenséggel. Oda is el tudnak jutni könnyedén. Relatíve könnyedén. Nincs áram, majd lesz, hogyha ide költöztök. Jó. Szeretnék építeni szerintem középsulit, nagyon kéne. Aha. Csomóházat le kell bontani hozzá, ez nem olyan jó. Azért azt nem akarnám, tehát... Én egy kegyes Istennek tartom magam. Oké, ez itt jó lesz. Ez itt szerintem mindenképp jó lesz. Oké. Jó. Szerintem jó. Szerintem rendben van. És ez a hely, ez nekem totál tetszik. Tehát én itt simán laknék. Itt valahol simán laknék. Van egy csomó kereskedelmi zóna, lehet egy csomót vásárolni, egy csomót shoppingolni. Én itt totál ellakosgatnék, hogyha erről lenne szó. Úristen, mennyi leégett épület. Na hát semmi baj, majd meg lesz oldva. Nem probléma. Itt nincs áram. Ó, nincs elég áram. Jaj, persze, mert csak egy valami termel áramot. Jó, igen. Külön áramforrásom vagytok, elfejtettem. Oké. Tessék, így már is jobb kell legyen. Már is kelljentek itt hamarosan áram. Úgy is van. Lett is. Viszont akkor már miért nem kötjük össze a kettőt? Hiszen akkor, hogyha összekötjük a kettőt, akkor... ha itt több áram van, akkor átjött ide, valamint, hogyha itt több áram van, átmehet oda.
Szóval effektíve szerintem nem hátrány az, hogyha ezt megépítjük. Ezek itt miért nincsenek bezónázva? Tehát ezt így zónázzuk be. Totál. Oh fuck, elbasztam. Nem, most be kell zónázzuk az egészet. Mert elbasztam. Oké. Okay. Oké. Okay. Tehát áram. Akkor innen nyugodtan áthozhatjuk. Autópályák közt, így ide. Jó. Majd hamarosan innen át fog jönni a dolog szerintem. Itt nincsenek tűzoltók? Úgy, totál nincsenek tűzoltók, amik pedig nagyon kénének. Csak én nem az a baj, hogy ezek nincsenek összekötve ezek az utak. Amiket bányulent, mindjárt veszek új földet, ne aggódj. Ezeket össze kéne kötni elég erősen. Hogy a tűzoltók jobban tudjanak itt, bocsánat, tűzoltók, jobban tudjanak itt haladni. Az lenne a legtutibb, hogyha így össze vannak kötve. Az a legtutibb, bocsánat, nem az lenne, hanem az a legtutibb. Mert így jobban tudnak haladni. Ezek hamarosan összeérnek. Összeintik így az újjukat, mint E.T. És akkor az rendben lesz. Oké, okay, szóval új földet kell vegyünk, mert a játék nem hagy minket békén, ha nem veszünk új földet. Istenem, miért nem tudom forgatni? Miért nem tudom forgatni a dolgokat? Sose tudtam? Azt akartam mondani, hogy sose tudtam? Lássuk csak, mit kéne vegyünk? Gondolkozzunk. Ennek a területnek semmi értelme, abszolút semmi értelme. Szóval... És errefelé nem lehet kifelé menni tovább, oké? Okay. Errefelé se. Tehát akkor, ami terület van még, amit meg lehet még venni, az lenne ez, talán még ez itt, hogyha szerencsénk van, és akkor ezek itt errefele. Vegyük meg ezt itt, szerintem. És hogyha ezt megveszük, akkor tudunk építeni ide is még lakott területeket, ami tök jó lenne. Itt sincs olaj. Hol van az olaj? Valahol láttuk az olajat. A múlt epizódban. De nem számít. Vagy kibővíthetnénk itt az elit területet még egy kicsit. Viszont az nem olyan jó, mert nem tudunk utat húzni ide a nagy központba lényegében. Szóval egymás után kell megvegyük a kettőt mindenképp. Vagy ezt, vagy ezt. Először vegyük meg ezt. Oké. Okay. Yeah. Fuck yeah. És innen már ki tudjuk bővíteni ezt a területet itt. Ami elég hasznos tud lenni szerintem. És ki is fogjuk valamivel. Úristen, mekkora forgalom van itt, mekkora forgalom van itt. Hogy állunk vasutakba? Kussolj már te meg, amúgy kérlek. Train tracks. Hát, hogyha csinálnánk... Hogyha ugye vasút... ez a metró, igaz? Ez a metró, igen. Tehát, hogyha vasutat be tudnánk szervezni jól a városba, akkor lehet, hogy egy kicsivel kevesebb lenne az autós forgalom. Mármint elméletileg. Jól van, tehát tegyünk le ide egy ezért. Ez nem fog tetszni nekik, de semmi baj. Először is. Train station. Oké. Okay. Turistáknak. Nagyszerű. Jó, le van téve. És akkor csináljunk utat, de tudunk-e föld alatt építeni? Ó, totál tudunk. Jó, nagyszerű. Wow, föld alatt. Tesó, föld alatt. Teljesen föld alatt. Like, nagyon föld alatt. Hogy ne romboljunk szét semmit. Úgy. Úgy föld alatt. Oké. Okay. És akkor csatlakozunk rá erre. Lerombolunk valamit, hogyha rácsatlakozunk? Nem. Nagyszerű. De csak nem csatlakoztunk rá. Oké. Okay. Wow. Oké, okay. Akkor gyere, hozzunk fel. Mi a fene? Slop to stípje. Úristen, mit csináltam?
egy szörnyet hoztam létre. Oké. Okay. Nagyszerű. Nem tudom, melyik vonat az, amelyik innen tud menni mindegyik irányba. Egyik se. Oké, okay, semmi baj. Tehát innen csak arra fel... Ah, ez nem jó. Ez nem jó nekünk. Ez nekünk nem jó nekünk. Innen arra fele kell tud menni. Vagy fordítva. És akkor tudunk hozni egy... Úristen, te fos! Wow! Wow! Oké. Okay. Oké, okay, gyertek erre is. Jöhetek erre is. Gyertek erre is. Használjátok itt a letérő útvonalat. Gyerünk. Ez valami borzasztó, ez valami pocsék kocsmány. Oké, okay, szóval innen lehet vonatozni arra. Jó. Akkor... fogjunk még egy pár vonatcsint. És menjünk le megint a föld alá. Így. Ez egy csomó pénzbe kerül, ha jól veszem észre. De semmi baj, mi megéri. Gyere ide vissza ki, valahogy. Igen, és akkor innen pedig elcsatlakozunk erre. Nagyszerű. És akkor az emberek már is tudják ezt a vonat állomást használni. Ami tök jó, mert innen tudnak utazni. Tehát, hogyha el akarnának innen menni valahova, akkor azt nyugodtan meg tudják csinálni gond nélkül. És nem kell autózzanak, ami elég fontos, mert hát ez az autós terület, ami itt van, ez borzasztó. Úgy gondoltam, hogy jól megcsináltam, de hát igazából, ahogy elnézem, annyira nem. Lássuk csak... A jegyzőfelhajtót tegyünk még ide. Így. Hogy aki arra akar menni, fel tudjon menni. Oké, van, aki használja ezt az utat, az tök jó. De sajnos nem elegem. Mit tudunk itt csinálni? Mit tudnánk még itt csinálni? Tudnánk... Há! Olyan ötleteim vannak! Ja, ezt fogjuk csinálni. Fogunk egy autópálya lehajtót. Innen. Felemeljük, mint állat. Space Rider, keep a space... Slope to steep. Kedvenc szavam. Csak át tudjuk emelni a házakon? Át, nagyjából. De nem is annyira akarjuk igazából. Istenem, ilyen görbölöset csinálj, kérlek, köszönöm. Jó, a célunk az, hogy jók legyünk. Ütásunk oldalán. Tö-tö-tö-tö. Nem. A cél elég egyszerű igazából, és lehet, hogy már látjátok is, hogy mi az. Egy olyan utat szeretnék, ami becsatlakozik ide. Sajnos ezt szabotálja a középsúly. Slope to steep. Oké. Okay. Így. És ez nagyszerű lesz. Ez nagyszerű lesz azért, mert aki mondjuk ide akar jönni, az egyszerűen csak jön az autópálya lehajtón, és azt választa majd, ezt az utat választa majd itt. Totál. Jó, úristen, mi van itt? Ja, Istenem, mi van itt? Tehát elméletileg nyugodtan jöhetnének ezen az úton is, ezen a felüljáró is jönnek is. Zseni vagyok. Mehetnék ezért tervezőnek. Hát ugye ez a központja Daffodil Heights-nak. És akkor totál be tudnak jönni. És ezzel rengeteg forgalom lemegy. Ami tök jó. Tűzoltók! Remélem most jöttök! Fire Engines in Use 2. Azok még mindig mentőautók, akárhogy nézem. De helyét már nem égnek, szóval tök király. Oké, okay, egy kicsit javult a forgalom. Nyertünk, srácok! Ezt használja valaki? Használják, nagyszerű, jól van. Még kevesebb forgalmat jelent, az még jobb, az még királyabb.
Ó, jó, most feloszlott kb. Itt a forgalom, forgalmi problémák, szóval fuck yeah, fokú dá. Szeretnék csinálni egy nukleáris erőművet. Hogy állunk árammal? Nem állunk rosszul, ugye itt már történik az, aminek történnie kell. Nem állunk rosszul, viszont akkor is milyen királyon néz már ez ki. Tök királyon néz ki, megmondom, annyira. Slope to steep! Istenem! Ez a slope to steep fog nekem egyszer sírba vinni, Space Hide Keeper. Slope to steep. Oké, okay, akkor ide tesszük. Space Hide Keeper, ide tesszük. Jó, ez így jó lesz. Viszont ez rengeteg vizet igényel, igaz? Tehát ha jól olvastam, akkor ez rengeteg vizet igényel. Ezek még mocskos vizek, még mindig. Ez nem jó. Ez nem olyan jó. Lehet, hogy innen kéne... ezeket a területeket kéne vásárolni legközelebb. Oké. Okay. Hát innen már masszívabban jön a víz sokkal. És ez tök jó, az tök király. Működj, kérlek szépen, csatlakozz rá magadtól. Köszönöm. Jó, hát ez így nem lesz rossz. Ez így nem lesz rossz egyetemben. Oké, okay, mennyi pénzt? 5000-et hozunk minden héten? Talán ez hét, minden hét. Aha, minden hét, oké. Okay. Rengeteg halottunk van. Istenem, nem ezt akartam. Halottakat. Rengeteg, kevés a krematórium. Ja igen, ide is kéneinek mondjuk kreatóriumok. Krematóriumok, tessék, kettő krematóriumot teszünk egymás mellé nektek. Csak nektek. Csak most! Akciósan! Egy krematóriumot vesz, kettőt kap! Vegye meg most a krematóriumot. Még egy temetőt is teszünk. Csak azért, hogy aki az ilyen dolgokat szeret, az ilyen régi módi dolgokat szereti idézőjelben, az ezt használhassa nyugodtan. Csak nektek, csak most, csak önöknek. Temetők, illetve krematóriumok. A film. Teszünk még egy temetőt. Hát még egy krematóriumot, tessék. Ezeket a területeket úgyse tervezem rendesen használni, tehát itt átadjátok, hogy ez direkt nem zónáztam itt be, hogy jobb legyen a forgalom. Most ez tényleg, hogy ez mennyire fog sikerülni? Itt nem tudunk letenni valami királyságot, olyan jó lenne, hogyha le tudnánk tenni valamit. Ó, pedig ez olyan jól mutatna itt, Istenem! Ez olyan hihetetlenül jól mutatna itt! Ó, miért? Miért nem tehetem, mert persze ide... ide letehetném. Nem akarom azért az egész külforgalmat szétszedni, hogy tudom tenni ezt a szabadságszobrot, pedig olyan jól néz neki! Istenem, olyan jól néz neki! Oh. Mégis bontsam le, aztán tegyük vissza. Meg tudjuk csinálni, nem az. Oké. Okay. Oké, okay, le van mentve, jó. Megpróbáljuk, ha nem sikerül, ha több kárt csinálunk, mint hasznot, akkor elfelejtjük az egészet. Oké, okay. Szóval a szabadságszobrot azt valahogy így akarnám ide. Azt mondja, hogy utat kell húzzak oda. Oh fuck, így. Nem? Jó, kb. Így. Hopp, hopp. Oké. Okay. Jó, a szobor megvan. Ó, akkor nem fogjátok elérni, ez ilyen szar. Ez ilyen szar. Most csak ez hadsávos út, igaz? Hadsávos egy irányú út. Hát ez körbe megy. Úristen, nem volt hadsávos, ez négysávos volt. No! Nem baj. Akkor átrakjuk hadsávosra. Ne, nem rakjuk át.
Nem csináljuk, nem, nem biztos csináljuk ezt négy sávosra. Ha négy sávos volt egyáltalán. Medium roads, large roads. Hat sávos, igen. De ez nem lesz egyirányú, Istenem. No, mit tettem? Mit tettem? Oké. Okay. Mi a fene kong mindig? Space Hardy Occupied, igen, ezt tudom. Komolyan nincs négysávos, egyirányú út. Akkor még ez is jobb szinte. Ezt hogy oldjuk meg? Mégis hogy oldjuk meg? Igazából felnyomhatnánk mindent hadsávosra szerintem bőven. Majdnem. Majdnem. Ezt majdnem át tudjuk alakítani hadsávosra. Csináljuk, tegyük át négy, tegyük át csak simán két sávosra, de legyenek rajta fák. Hát ez lesz benne a bónusz, hogy hé, a hosszú útból kicsi lett, de van rajta fa. De, és akkor valahogy egy kis beutat. Ide valahogy. Oké. Okay. Megcsináltuk! Hölgyeim és uraim, megcsináltuk! Van egy gyönyörű... ennek. Oké. Okay. Ez gyönyörűen néz ki. Szünet, le kell fényképezzem. Csak kicsit közelítsek rá. Így tökéletes lesz. Jó, hölgyeim és uraim, és akkor ezzel be is fejezzük a mai City Skylines videónkat. Tök jó, van egy ilyen gyönyörű kis szabadságszobrunk. Istenem, itt mekkora forgalom van megint. Semmi baj, semmi probléma. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogy vagyok a csatornám. Én azt emlékszem, hogy iratkozzatok fel. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!